Ma dönt a bíróság annak a 17 éves tanulónak a letartóztatásáról, aki csütörtökön megszúrta tanárnőjét egy győri iskolában. Az osztálytársai, vagyis a gyilkossági kísérlet szemtanúi tegnap bent voltak az iskolában, pszichológus beszélgetett velük. A tanárnő továbbra is kórházban van, az orvosok szerint néhány napon belül hazamehet. Az óra végére figyelmeztetett pénteken a csengő a győri Jedlikányos iskolában. A csütörtöki késelés másnapján volt tanítás az intézményben, igaz, csak rövidített órákat tartottak. Abban a teremben is volt oktatás, ahol a diák rátámadt a tanárára. Beszéltünk arról, hogy ugye állítólag a srác előtte, mielőtt megtörtént az esemény, mondott dolgokat, és hogy alapesetben az ember ezt nem veszi komolyan, mert hogy annyira szokatlan, és mondta, hogy erre mostantól ő is sokkal jobban oda fog figyelni, és javasolt, hogy mi is erre sokkal jobban figyeljünk oda, hogyha ilyet tapasztalunk a környezetünkben. Pszichológusok is segítettek feldolgozni a történteket abban a tizedikes osztályban, ahol a késelés történt, de nekik nem volt tanítás. Értelemszerűen végig kell gondolnunk a jövőben azt, hogy milyen szigorításokkal, vagy milyen kontrollal tudjuk ezt még jobban kézbe tartani. De azt gondolom, nagyon fontos az is, hogy felhívjuk a kollégák és a diákság figyelmét is arra, hogyha bármelyik tanulótársuknál problémát észlelnek, vagy meggondolatlan kijelentéseket hallanak, azt bizony nem szabad félvára venni. A diákok és a pedagógusok is értetlenül állnak a történtek előtt. Költözések miatt egy pár iskolát megjártam, és azt kell mondanom igazából, hogy ebbe az iskolába a diákok közössége a egyik legtoleránsabb, legelfogadóbb és legnormálisabb, amivel valaha találkoztam. A tanárnőt a mentők a Pécs-Aladár megyei oktatókórházba szállították. Állapota azóta stabilizálódott. Szerencsére nem hatolt nagyon mélyre a kés, tehát nem ért életfontosságú szerveket, sőt tüdőt sem, de ez egy légmellett okozott, emiatt került egyrészt felvételre és megfigyelése ide a mellkasebészeti részlegre, másrészt az alkarján keletkeztek lágyrészsérülései, amit baleseti sebész kollégák elláttak. Az állapota jó, teljesen stabil. Néhány napon belül hazamegy. A rendőrség közleménye szerint a 17 éves fiatalember ellen emberölési kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak.